másik az függőlegesen. Biztos vagyok benne, hogy láttad a kínosatot televízióban. A Soyuz típusú űrhajó a rakétával együtt 340 tonnát jelent. Ebből körülbelül 320 tonna volt a mi esetünkben üzemanyag. Én nem nagyon szoktam hozzá, hogy 350 tonna, 320 tonna üzemanyag repül. Amikor a szuperszonikus képekre repültünk, akkor 2600 litert töltöttek bele, és azt elbüstöltek a vízbe szemben, és leszállt a 500 literre. Ez a 320 tonna, ez másik. Nyilván a rakét esetben is másik. 9 perc 20 másodperc múlva 240 km magasan voltunk. 240 km-en még nem repültem. 16-18 km-en igen, az is egy más dolog. Sőt, képzeljétek el, hogy amikor először kinézhettem a blokkon, mert 40 cm-en ablak, már a csendes óceán fölött voltunk, és Japán, Alaszka és kelet, tulajdonképpen kelet része eltávolodott alattam. Óriási örömmel. Egy nap múlva végül is megkezdődött a súlytalanság. Ahogy a harmadik fokozatról leválik a rakétának, és nincs túlterem, és abban a pillanatban végül a súlytalanság. Ahhoz, hogy a világűrben maradhass, két nagyon fontos feltételt kell eleget tenni. 160 km fölé kell, hogy lekötsenek, mert a 160 km-re alá vissza a rakétán, akkor egy fél fordulat múlva visszatér a űrhajó, és elég. Az nem egy puszi kapcsolódó. Már minden 240 km-re az első feltétel, első második feltétel, el kell érni az első kozmikus sebességet. Mennyi az, amit látod már kilométerre? 7,9. Mennyi? Ja, nagyon mondani. Az első kozmikus sebesség 8 km per szekundó. Ez durván 28 ezer km per óra. Hát az autóműszer talált. Nem kell keresni, de egyetlen talált. Ennek a második felvételben is eleget tettünk. Egy napig emelgettük a pályamagasságot, hiszen a űrállomás 350 km magasan kerülne. A végén 350 km magasan, ott a nagy világon belségben a űrállomáshoz hozzá kapcsolódott a nyomat. Az összekapcsolás, amivel egy hihetetlen bonyolult, nagyon-nagyon oda kell figyelni. Automata üzemmódban történik minden, de bármilyen másodpercben történik valami, akkor át lehet érni kézi üzemmódban. Szerencsénk volt, túl voltunk minden készülve mindenre, mert így sikerült összekapcsolódni. Nagyon nagy szeretettel várunk bennünket, előttünk már fölrepült egy űrpáros, és az ő programjuk pedig arról szólt, hogy 185 napot lesz nekünk a világban. A mi ületésünket csak 8 napra, minden nemzetközi ületésre 8 napra terveztek. Én most, hogyha sikerül le, a vetésés, akkor szeretnél, hogy neked